Annyiban izgalmasabb az idei múzeumok éjszakája, hogy még több helyszín van, talán nem is volt ennyi helyszín, 13 helyszín lesz, ami kicsit szerencsétlen szám, de hogy ne legyen az, mi úgy gondoltuk, hogy a könyvtár, illetve a művelődési ház egy helyre az is számon van, tehát így mi csak 12-nek vesszük. És hát, mint ahogy mindig mindenki érdekes és izgalmas programokkal készül, nálunk itt egy kiállítást megnyitóval kezdünk, 17 órakor az élő örökségeink kiállítással. Aztán lesz egy nagyszabású koncert itt a ház előtt, az Urbán Accordion Orchestra érkezik, 80-85 fiatalból álló, Lipcséből érkező harmonika együttes, tehát erre nagyon készülünk, és reméljük, hogy itt a tér majd meg is telik ebből az alkalomból, de hát lesz még koncert a múzeumban is, illetve élőzenés táncház lesz a Kertázenekarral, az majd kicsit később az 21 órakor, illetve a hagyományos tűzugrás a kapos tánc együttessel, és hát akinek lesz ott kedve, természetesen csatlakozhat még a tánchoz. De hát kiállítás azért több helyszínen is lesz, a könyvtárban is lesz egy egyedülálló fotókiállítás. Itt nálunk a Néprajzi Múzeumnak egy pár nappal ezt megelőzően, nyílik 19-én az Istennel találok a roma kultúrát bemutató fotókiállítás, tehát ez is viszonylag új lesz az érdeklődőknek. A Madárvárta is csatlakozik az idén hozzánk, a Prezidium is nyitva lesz, meg hirdetett programokkal, tehát érdemes nézni a plakátot, oda is érdemes venni, és a lakótorony tavaly nem volt nyitva, illetve hát a múzeumban volt Őri Nándor, most újra várja a Szigeterdőbe az érdeklődőket, és egy új helyszín, az Ivanics Központ, ami kapos szekcsőn a volt laktanya területén lesz, retroautókkal, kiállítással, Varga Géza kiállítással, Varga Gábor Ivanics szobrának a megtekintésével, tehát ők is készülnek, és hát hogy el lehessen jutni a helyszínekre, a városjáró kisvonat közlekedik, 17:30-tól indul, és reményeink szerint 3 kört tud majd menni, tehát aki a vonattal szeretne menni, az mehet, illetve ugyan felhívás nem volt, de hát mivel sok minden elérhető, én javaslom, hogy aki tud kerékpárral, gyalog, érdemes a helyszíneket meg kell felkeresni, és érdemes nézni a programokat, hiszen úgy állítottuk össze, hogy az egyik helyszínről el lehessen jutni a másikra. A számos zenei program mellett táncra is lesz lehetőség, különböző kézműves és egyéb izgalmas foglalkozásokra, íjászat, képzőművészetterápia, továbbá a Pátria nyomdateremben Erki Nagy Tibor és Vég Zsolt is várja az érdeklődőket.